Sziasztok, itt Sindákői Headquarters, és hát először is az történt, hogy újra kellett telepítenem a fővevő programot, de megvan minden, és remélem most már minden beállítás megvan helyesen, ahogy eddig is megvolt, mert ezt a részt már eléggé sokszor felvettem, de nem baj, felveszem megint. Szóval, a teamünkből mindenki 50-es szintre föl van szintezve, bazony. És így a teamünk Syndacril, Lenz, Hunyadi, Dance, Magic Bestia és Katód, akiből most Katódot le is teszem, majd úgyis meglátjátok miért, de nem először, leszedem Flygen, már Flygen, igen, leszedem az X-Specialt és ráteszem Murkrow-ra. Szóval igazából a változásokat mutatom meg. Gomba nem változott, Shade is se, Kishen is se, Grace is se, Mugu is se, tehát változás, és, nem, és itt nem az új mozdulatokra gondolok, hanem például itt van Chenki, az Onyx, akit még nem is láttatok, szóval nézzük meg. Timid Nature azt a speedet növeli, és a... nem tudom már mit csökkent, de a speedet növeli, az a lényeg, és ezért azt a defense-et, és azt a speedet nézzétek. Nem gyenge, nem gyenge. Gyors, bár nem erős, de gyors. Na mindegy. Behandi is új mozdulatokat, ja igen. Honcskrót elneveztem második Józsefnek, mert ha már Hunyadi is királyról lett elnevezve, akkor ő is, és második József a kalapos király, szóval király. Iris átalakult hexerőszi movesetje nem változott. Ja, és Aeroplane is átalakult Flygon-nál. Neki nem tudom változott-e, van nem emlékszem. Még átalakulás Triceratops Cveilusszá alakult. Azt hiszem pont 50-es szinten, ja. És Blaziken-t meg elneveztem Kocsis GT-nek, mert végül is a végigjátszást vele kezdtük el, vele, Kocsis GT-vel, és most egy bújtatott reklám következik. Az ő csatornáján van egy Ruby végigjátszás, amiben ő Torchicot választotta, szóval ezért. Ezért lett ő Kocsis GT. A Jotos Pokémonokat nem szinteztem, az majd most. És a szintezésből is egy csomó rész elveszett, mert túl nagy fájlokba vettem föl. De az én hibám volt, na mindegy. És van még egy legendás dobozunk. Szóval minden fasza. Gyorsan le is teszem Katódot ide a tunodba, és átváltok a Johtóra, hogy innentől kezdve ide kapjunk el Pokémonokat, mert már végül is itt vagyunk Johtóba. Szóval, jövünk erre. Remek, szóval megkaptad a saját starter Pokémonodat. Most már erősebbnek néztek ki. Tessék, itt egy utolsó ajándék számodra, még mielőtt elkezdenéd az utazásodat a Johtóba. Batchcase-t kapjuk, király. Szóval se tudunk, hogy hívják ezt? Gym leaderekkel csatázni a Johtó régión belül is. És akkor nézzük ezeket a ellenfeleket. Butterfree. Ó, Butterfree-ről jut eszembe, írtátok, fel van írva lapra. Szabó Róbert írja, kapjak el Magikarpot. Jó, elkapok Magikarpot. Pokémon 2002 viszont egy komplet tímet ír, hogy Porygon, Pineco, Butterfree, Ralts, Wobbuffet, Meryl és Smoochum, amiket kapjak el. Hát nem tudom, hogy ezek közül én mit fogok elkapni, mert igazából Smoochumot rühellem, Butterfree-t is. Na mindegy, mindegy. Közben tőle kaptunk egy Citrus Berry-t. Aj. És felszedjük azt a labdát.
ami sárbbéket tartalmaz, hála Istennek. És elvileg én úgy tudom, mármint azért tudom így, mert én már rengeteg szár voltam ezen az úton, hogy itt van Butterfree, tehát hogy itt el is lehet kapni. Csak eléggé nehéz elkapni a Butterfree-ket, az a helyzet. De van, hogy egyből sikerül, van, hogy az összes labdámat elpazarom, és ó, Jump Lap is van, azt hiszem, még soha nem láttam. Ez olyan buzi, ez a Pokémon, ó, jaj. És ezt el is felejtettem visszaállítani. A Butterfree-szín, hogy lehessen látni az animációt. Először is itt ezt lekapom, ezt a Pecha Berry-t. Helyes. Helyes. Na. És akkor Mr. Pokémon. Hello! Az én nevem Mr. Pokémon, a világ elismert Pokémon tojás kutatója. És te ki vagy? Ó, nem is találok szavakat. Lehetséges, hogy te vagy Szárnyani? Látom a tévében, amikor megnyerted a Tunod Ligát. Én nagy rajongója vagyok annak, ahogy te harcolsz. Tessék, itt egy nagy ajándék számodra. Szeretnél egy speciális Pokémon test? Persze. Szóval, ezért kellett igazából letennünk Katódot. Nem akartam már itt arra időt pazarolni. Stb. Közben ez a Pecha Berry visszanőtt, hát remek. És jöhetünk erre csatázni ezzel a Bugcatcherrel. Gyerünk! Biztos a Flame Wheel tudni kinyírni ezeket a bugokat. De így nem is beszélve erről. Így tönkre nyírja. Na nézzük. Ne maradjunk benne, Cyndaquil egyedül. A Johto régiót egyedül megöli. Cyndaquil, ezért jó. Nagyon erős. Szarok, Ninjask. Fregít, hogy meg tudja tanulni a Leaf Blade-et így igazából. Milyen Pokémonnal akarod Cyndaquilt legyőzni? Föld, tűz, vagy izé, szikla, víz, kész, mindegyik meghal. Ez van. Na akkor, itt még van a lesznek csatáink, ennél van Garchomp. Igen, meg akkor izé Garchomp volt nálam, meg még mi is. Samurott. Ó, Dig. Szerintem amúgy gyorsabb vagy, szóval lazán bevállalom ezt az Ice Beam-et. Ami ki is nyírja a Garchompot, és Samurottot már nem vállalom be. Samurottra már a legjobb lenz, ugye? Hát, ja, lencet át tudnám alakítani, mert vettem mindenféle kavicsot, és lenc Thunderstone-nal átalakulhat, szóval döntsétek el, hogy átalakuljon. Nekem így is megfelel, de tényleg ez most a ti döntésetek, de meg is mutatom, a Reaper-t lehetne venni. Tehát itt van Thunderstone, és látjátok, hogy lenc át tud alakulni, tehát ja, igazából csak még erősebb lesz. Én már így is eléggé jónak érzem azért a tímünket. De hát ez van. Jó, akkor itt már csak megyünk, és az lesz a skill, hogy egy Butterfree-t kéne találni. Ez Pidgeot, ez nem Butterfree. Ez akárhogy látom, ez nem Butterfree. Jaj, a Butterfree-ben az a rossz amúgy, hogy ilyen szinteken tudja a Whirlwind-et, amivel tisztára lehet, hogy elmenekül a fenébe. Ami mocsokság. Na, itt egy Butterfree. Már tudom, minek nevezem el, mert mindig annak neveztem el, és Margarinnak fogom elnevezni. Á, a Supersonic. Na, de most nem biztos, hogy használ Whirlwind-et. Erre kritikussal megölöm. Nem baj, még két Butterfree-t megengedek, ami nem menekül el, persze. Mert nyilván el fognak menekülni, szihetetlen. Mentől kezdve az összes el fog menekülni, ezt higgyétek el.
Közben sétálgat a körbe ebbe a fűbe. Nagyon fasza. Jump Love. Eddig 3 felvétel alatt nem találkoztam egy Jump Love-val sem, most már hirtelen 2-vel. Itt azért mondjuk szintákvét elég erőt teljesen lehet húzni. Majdnem 1000 XP-ket adnak ezek a teljesen kifejlett bogarak. Vagy valami szikla Pokémont, például senkit is le kell húzni. Na, még egy Butterfree itt van. És hát elég is sokat vitt ez. Ezért a Leaf Blade, ami ellen 4-szeres rezisztenciája van, ez talán nem öli meg. És akkor most már okosabb leszek, és egyből a Nedbolt tolom, mert a bogár típusokon jobban ha. Tehát ezt ne higgyétek, hogy én mennyi labdát elpazaroltam, mire rájöttem, hogy amúgy a Nedbolt lesz simán, csak elkapja. Hát most még a Nedbolt se kapta el, ezért próbálunk még egy Nedbolt. 1, 2, hát nem igaz, ilyen nincs. Akkor most egy Great Ball. Ezt a kettőt fogom váltogatni. 1, 2, 3. Nem igaz. Psybeam. Durván agresszív. Net Ball. Ha előbb a Great Ball nem jött össze, ez is szerintem most egy nagyon nagy lag volt a képbe, tudom. De összejött! Megvan a Butterfree. Szóval, lap, ki is húzom. Butterfree-t. Király, Butterfree megvan, és Margarinnak fogom elnevezni. Na, hogyha nem vaj, akkor Margarin, ugye. Ha-ha-ha. Szar angol poén. Marga... Rin... Oké. Még ebben a részben már tesztek alapján annyi fér bele, hogy... fogjam magamat, és elmenjek Violet City-ig. Ja, tolni fogok Reapert most már. Többet is. Mert hogyha tolok Reapert, akkor még az is belefér. Ez is tapasztalat, hogy végigmegyünk a Dark Cave-en. Szóval akkor először is végigmegyünk a Dark Cave-en, semmi izgalmas nincs ugye bennük. Dark Cave az azért jó, mert igazából nem tudom. Shiny Stone-ért megérte. Akkor itt ugye szörfözni lehet. Erre semmi nincs. Ami nem tudok tovább haladni. Úgy értve nincs semmi. De tudjátok, hogy ugye Dark Cave az gyakorlatilag össze van kötve a Blackthorn City alatt lévő úttal. Oda majd ki is fogunk lyukadni. I think. Ha, itt egy labda. Hearthstone, ami azt hiszem... szikla típusú támadásokat erősíti. Na, vele is lehet harcolni persze. Ja, és harcolni is fogunk. Király. Erre tényleg nem számítottam, de hát ebből be is bizonyítottam, hogy össze van kötve a két út. A Dark Cave-en keresztül itt lehet közlekedni eléggé rendesen. Hunyadi meg nagyon durván fejlődik, már 51-es szintű, és ezeket a prelumokat ő vásárolja. Paralyze, nem igaz. Nem baj. Mert szerintem van Paralyze heal-em. Lava cooking van. Meg potion, ezt a potion-t elhasználom a főbasz. Nem bestián, hanem dance magic-en. De ez most igen 20 HP elég sokat ér. Na és akkor elfogyott a Reaper, hát ebből ez tarthatatlan. Van még Max Reaperünk, de majd most mindjárt bevásárolunk. Na itt hogy tudok visszajutni? Aha, itt. Király. Oké, és akkor itt pedig erre. Így. Jó. És már csak egy helyen nem voltunk, tehát itt. Ja, de akkor már mindenfelé elnéztünk itt a Dark Cave-be, ennyi volt. Tehát azt mondom, hogy erről az oldalról eléggé pici a Dark Cave. És akkor, ami még hátra van, ezt a tagot a Wake Up Slap-vel tudod fölkelteni, és akkor ad valamit. Hát, ennyi. Most így nincs nálam.
Lassacskán viszont a Cut-ot, azt valami Cutter-t azt hozni kéne. Szerintem Lugui eléggé megfelelő lesz. Mert most már Sleeve sokkal jobb támadásokat tud. Na mindegy. És akkor Cherry Grove City, ahol semmi extra nincsen gyors Pocket Center. Tehát, mint a házakban. Meghagyták azt az embert, aki Bellsprout-ért ad egy Onyxot, de hát már van Onyxunk. Ő ebbe a házba található. Ez a férfi. Ő adna egy Bellsproutért egy Onyxot. Na de nekünk nincs Bellsproutunk, viszont van Onyxunk, tehát nem kell. És akkor Henry-val találkozunk itt. Simony, el sem hiszem, hogy itt vagy. Te is a Johto régióba utazgatsz? Szóval, van pár hívem. Anyu és apu elváltak, mert anyu azt gondolta, hogy apa túl gyenge. Regina megalapította a saját koalícióját Extinct Fusion tagokból. Most már nem csak Mewt célozzák meg, hanem annyi legendás Pokémon, amennyit csak el tudnak kapni. Nemrég láttam őket, hogy a Ruins of Alf felé lopakodnak, ami délre van a várostól. De már így is sokra kértelek, bocs, hogy zavartalak. Tehát igazából arra kell tovább menni. De előtte, ugye még itt van a Sprout Tower, ja, meg a Trainer School. Soha ne feledjük. Mert a Trainer Schoolban csatázni lehet néhány diákkal. Ingyen XP-ért igazából megéri, mert nekik is ilyen olcsó pokémonjaik vannak. Cheating. Lehet, hogy cheating, de tényleg eléggé olcsó pokémonjaik vannak. Na ezért rossz az Adamant Nature üsszindekül. Ezért. Pedig szerintem simán kinyomná. Lenz viszont Noctál elintéző formában van, már látom. Amúgy nem tudom, tudtátok-e, ilyen vicces infónak, de a Magnemite, Magneton, Magnezone, tehát ez az elektromos acél típus, ez az, ami a legtöbbnek ellenáll. Meg a legnagyobb rezisztenciával rendelkezik, ami azért fasza. Na nézzük. Dance Magic-re be is cserélek. Charizard ellen. Ez a Flamethrower. Hozzám se ér. Az a Slash meg annyira se. Azt, amilyen védelme van Dance Magic-nek, ez imádom. Szeressük. Blaziken, arra viszont behozom Hunyadit. Hunyadi nagyon jó lesz. Úgy gondolom, hogy itt az alaptímemből mindenkit 60-asig fel kell szintezni. Az éri rész nem elég arra, hogy kinyírja. Hát ez hihetetlen. Na de akkor ilyen range-ből már a Shadowból is elintézem, aminek igazából szeretem az animációját, és most tényleg remélem, hogy ez már egy jobb felvétel lesz, mint az eddigiek. Annak azért örülnék. Na és Linoon a következő ellenfelünk. Ezzel együtt utolsó, mert körülbelül ennyi lesz a rész, hogy ezt a Linoon kinyírom. Úgy van. Meg a Furetet, és akkor Bestiát is használjuk ebbe a részbe, és minden oké, minden Pokémonunkat használtuk ebbe a részbe. Mármint aki a csapatunkban van. Úgy értem. Elég nehéz lett volna, hogy mindig menjek, hogy használgassam őket. Na! Bestia is megvan. És akkor... még itt van Kato. Oly, Simony, pont lemaradtál Falknerről, azt mondta, hogy elmegy a Ruins of Alphoz, talán ott megtalálod őt. Tehát, következő részben Sprout Tower és Ruins of Alf lesz. Most hírelek, és el is köszönök szerintem, és megnézem, hogy végre jó ez a felvétel. Szintekről és az előre legyen veletek, sziasztok!